Köszöntöm a Harmónia minden kedves nézőjét. Életmód műsorunkban ma a következő témákkal foglalkozunk. A gyógyításban és a szépészetben meg annyi titkot tartogat számunkra a jövő. A Harmóniából kiderül, mi mindenre lehet jó a botox kezelés. Tegyünk a szemünk elé napszemüveget, de miért? A szakember segít a választásban. És vissza a természethez, magazinunkban a natúrszappanok világába kalauzoljuk el Önöket. A gyógyításban és a szépészetben meg annyi titkot tartogat számunkra a jövő. Talán nem is gondolnánk, hogy esztétikai, bőrgyógyászatban történő alkalmazásán túl még mi mindenre lehet jó a botox kezelés. Több mint 3000 betegség létezik a bőrgyógyászatban, és nagyon érdekes dolog, hogy a 3000 betegségből több mint 1000 pszichés háttérrel rendelkezik. Tehát bizonyítottan köze van a lelki habitusunkhoz. Egy másik 1000 betegség pedig belső szervi betegségekkel társuló bőrgyógyászati kórkép. Úgyhogy nagyon érdekes fogalom az, hogy akkor mikor beszélünk egészséges lélekről és egészséges bőrről, hol is van a kapocs a kettő között. Ezt már talán Darwin felfedezte 1872-ben, rámutatott arra, hogy a lelki habitus, a limbikus rendszerünk, az ősközpontjainknak az izgalma létrehoz bizonyos testi elváltozásokat. Konkrétan kutyákon vizsgálta azt, hogyha haragos vagy negatív érzéseket fejt ki a limbikus rendszere, akkor a homlok haragos ránca összehúzódik. Mivel az ember is nagyrészt állati eredetű, tehát közös őseink vannak a múltban, ezért az ősközpontjaink irányítják a legmélyebb érzelmeinket is, így a depressziót. Nagyon érdekes vizsgálatok folynak azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kezeljék ezt a betegséget. Nyugat-Európában, Amerikában egy külön tudományága a pszichodermatológia, remélhetőleg ez hozzánk is be fog gyűrűzni. Ez pontosan azzal foglalkozik, hogy a kültakarónk és a belső lelki folyamataink hogyan működnek együtt. Azt is tudjuk, hogy egyre gyakoribbak a bőrbetegségek is, és egyre gyakoribbak a pszichológiai problémák is, mint a szorongásos betegségek, a depresszió, a negatív érzelmekkel járó civilizációs pszichológiai problémák. Ezek párhuzamosan növekednek számszerűleg. Több mint 130 millió ember szenved depresszióban, ugyanakkor az allergiás betegségek és különböző egyéb hámképzési zavarok egyre gyakoribbak a világon. A pszichodermatológiában különböző betegségek, mint a pszoriázis, az atópia, az atópiás dermatitis, a különböző allergiás, egyéb rinitis, aszma, egyebek, ezek mind-mind pszichés eredetű betegségek, például a pszoriázisosok 50%-a a stresszre lényegesen romlik. Tehát ezek a kutatások folyamatosan fejlődnek, vannak ennél sokkal súlyosabb formák is, mikor nagyon alacsony önképről beszélünk, olyan önkép, testképzavarok alakulnak ki, amik visszanyúlik a kisgyerekkorunkra, amikor még tudatunk sincs, vagy lehet, hogy a magzatkorra is, amikor diszkomfortban és nem boldogan éljük meg az életünk kezdetét, ez kihat az egész életünkre, és egészen ilyen öntorzító, öncsonkító folyamatokat tudunk létrehozni a testünkön, de az egyszerű önképzavarok is erre vezethetők vissza, és nagyon komoly problémát okoz a civilizált társadalomban.
Térjünk egy picit vissza arra, hogy ha van egy bizonyos hangulatzavarunk, vagy szomorúak vagyunk, vagy elkeseredettek vagyunk, akkor ez hogyan is jelenik meg a testünkön? Na most, hogyha a testünket úgy tekintjük, hogy az az első, amit megfigyelünk, az az arc, az sugároz mindent, az fejez ki mindent rajtunk, az arcmimikán keressük a hangulati hátterét annak a bizonyos embernek, akivel szemben állunk. Hogyha végig gondoljuk az ismerőseinket, barátainkat, akkor elmondhatjuk azt, hogy a függőleges, a haragos ránc, ugye, ami a legszembetűnőbb, ami a szemünk között van, a szemöldökök között van, ezt szúrták ki a tudósok is vizsgálati célokra. Konkrétan két arcizomnak a munkáján múlik az, hogy mennyire depresszív hangulatot árasztunk, ilyen a korrugátor és a procérusz, nevezzük ezt magyarul haragos ráncot produkáló izmoknak, tehát haragos ráncnak. Ezt vizsgálták a tudósok. 2012-ben nagyméretű vizsgálatokat folytattak a Hannoveri és a Bázeli Egyetem orvostudósai, és azt figyelték meg, hogy depressziós betegeknél ezek a ráncok megjelennek. Eddig azt hittük, hogy ez csak egy melléktünete annak a pszichés betegségnek. Ugyanakkor megfigyelték azt, hogyha ezt az izmot lazítják, relaxálják, akkor ez a depressziós betegek felét tünetmentesítette. Tehát magyarul azt figyelték meg, hogy a depressziót gyógyítja a botox. A botox az egy olyan ideggyógyászati gyógyszer, amit nagyon régóta, már a század elejétől alkalmaznak különböző ideggyógyászati betegségekben, de arra nem gondolt senki, hogy az a folyamat, hogy a lélek kihat az arcra, ez fordítva is igaz. Számomra nagyon izgalmas dolog, mert azon is el lehet gondolkozni, hogy manipulálni lehet az arc izom kezeléssel a hangulatunkat, a személyiségünket. Meg tudjuk változtatni. Nyilván az a cél, hogy a negatívat pozitívra változtassuk, és a pozitívhoz ne nyúljunk hozzá. Nagyon sok páciensem azzal nyitja az ajtómat, hogy minden csak nem botox kezeléssel fiatalítsuk. Ilyenkor azt szoktuk mondani a szakmában, hogy mondjon még egyetlen olyan gyógyszert az egész palettáról, aminek az ezerszerese toxikus, mert hogy a botox ilyen biztonságos gyógyszer. Tehát egy egész arckezeléshez használt botox mennyiségnek az ezerszeresét kellene használni ahhoz, hogy ártson a betegnek. Ha csak egy nyugtatót vagy fájdalomcsillapítót nézünk, akkor abból 10-12-20-25-től már biztos, hogy akár meg is halhatunk. Tehát ennyit a biztonságosságáról. Nagyon érdekes dolog, hogy még nagyon sok mindenben folynak kutatások, többek között az allergiás betegségek kezelésébe. Például olyan ortamponokat használnak rinitisben, amely feloldja az allergiát. Ugyanis az allergiás és egy pszichés hátterrel rendelkező betegség, csak persze egész más higításban, azért ne próbálja ki otthon senki, és egész más paraméterekkel. Ugyanakkor a fagyumirigyek kezelését aknéban egyre gyakrabban használják, ezt Chicagóban kezdte el egy professzor kezelni, csak itt még az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mennyire fiatal kamaszok bőrébe szúrhatunk botoxot, ez ugye a fagyumirigyeknek a munkáját lazítja, csökkenti vagy blokkolja. Tehát mindig arra gondolunk, hogy egy bizonyos sejtípusnak a működését, ha lelassítjuk, akkor abból hasznot tud húzni az egészség. Így a fagyumirigyek, a túlzott működése a fagyumirigyeknek lelassítandó. Allergiában az hiperergia, tehát az a védekezésünknek a túlzását visszük vissza normális állapotba, illetve izzadékonyságban ugye a verejtékmirigyeknek a funkcióját próbáljuk csökkenteni, és ettől mi egészségesebbek lehetünk adott esetben, hogyha ez túlzott. Az az izgalmas még, hogy a rákkutatásban próbálják ezt most nézni, hogy a ráksejteket is blokkolni lehet, és komoly kutatások folynak ezzel kapcsolatban Németországban és Angliában, úgyhogy nagyon-nagyon sok titkot tartogat még a tudomány számunkra.
Fontos, hogy minden tekintetben felkészüljünk a nyárra, hiszen nem csak bőrünk, szemünk is védeni kell a naptól. Szemünket maradandó károsodás is érheti, ezért tartózkodjunk minél kevesebbet a napon, vagy pedig óvjuk szemünk fényét. Látható fény széles tartományának csak egy kis részét, szeletét látjuk, ez az úgynevezett látható fény, 400-tól 800 nanométerig terjed ez a szakasz, az ezelőtti részt nevezzük UV-sugárzásnak, és az e fölötti pedig az intravörös sugárzás. Az ultra ibolya sugárzásnak is három típusa van, az A, B és a C típus, ezek rövid hullámhosszú, nagy energiájú hullámok, amelyek különböző mélységbe jutnak nem csak a bőrünkbe, hanem a szemünkbe is, és különböző sérüléseket, károsodásokat hozhatnak létre. Az UVC sugarak a legrövidebb hullámhoz tartományba sorolhatók, ezek nagy részét az ózonréteg kiszűri. Ami elér hozzánk, az az UVB, illetve UVA sugarak, ezek kívülről a szem részeit tekintve a leggyakoribb a kötőhártya, szaruhártya gyulladás, aztán az úgynevezett pterigium vagy kuszóhártya, ami látható elváltozásként jelenik meg a szemünkön. Ha mélyebbre hatolnak ezek a káros sugarak, akkor kialakulhat szürkehályog vagy szemfenéki elváltozások. Minden évszakban kell védenünk a szemünket, télen is, hiszen rendkívül erős a hóról a sugarak reflexiója, 80%-a visszajön a hóról, visszaveri a hó ezeknek a sugaraknak egy részét, de tavasszal, ősszel is, hiszen már kitolódott a nyári időszak, és már áprilisban is tűző napsugárban kellett járkálnunk. A legjobb megoldás az úgynevezett napszemüvegek, napvédőlencsék használata. Nagyon fontos a helyes napszemüveg kiválasztása. Egyik fontos szempont az UV-sugárzástól való védelem, de amikor felpróbálunk egy napszemüveget, akkor figyeljünk arra, hogy kényelmes legyen, könnyű legyen a szemüveg, fizikailag is kellemes legyen a lencse viselete vagy a szemüveg viselése. Jók legyenek a lencséi, a napszemüveg lencséi, tehát ne torzítsanak, és ne változtassák meg a tárgyak színeit. Az olcsó napszemüvegek nem megfelelő módon készülnek el, ezért néha kis dioptriát is mérhetünk ezekbe a lencsékbe, ami nagyon kellemetlen, zavaró hatást hozhat létre. Minden országnak megvan a szabványa, ami szerint forgalomba hozható egy napszemüveg. Magyarországon az 1997-es európai szabvány szerint napszemüvegek forgalmazhatók hivatalosan. Mindig CE jelzéssel ellátott napszemüveget vegyünk meg, és olyanokat, amelyek 400 nanométerig szűrik az UV-sugarakat. Az egyszerű szemüvegek nagy része 380 nanométerig szűrnek, de ott még egy elég jelentős tartomány van, ami bizony káros hatást hozhat létre a szemünkben. Arra is van lehetőség, hogyha valaki szemüveges, ugye az nem tud feltenni napszemüveget, esetleg kontaktlencse mellé, erre jó használható eszköz a dioptriás napszemüveg, vagy a fényre sötétedő szemüveg. Egyre gyakrabban ajánljuk még az úgynevezett polárszűrő használatát. A polárszűrés az a szórcsugarak kiszűrését jelenti. Szoktuk javasolni ezeket a lencséket a magas havas hegyeken túrázóknak, a
esős úton sokat vezetőknek szoktuk javasolni, mert növeli a kontrasztot és megszűri a szórcsugarakat. Felhívom még a szülők figyelmét arra, hogy a gyerekek védelmére, szemének védelmére is nagyon figyeljenek, hiszen ők is nagyon sok időt töltenek a szabadba, és az ő szemük védelme is rendkívül fontos. Egy jó minőségű növényi összetevőkből készült szappannal több bőrápolószert is helyettesíthetünk, és nem pusztán tisztító hatással bír, bőrproblémák kezelésére is alkalmas lehet. A következő percekben a natur szappanok világába kalauzoljuk el Önöket. Napjainkban, mivel egyre több a bőrbetegség, tehát tulajdonképpen kimutatható, hogy majdnem minden harmadik embernél valamilyen jellegű kisebb-nagyobb bőr problémát lehet diagnosztizálni, egyre jobban előtérbe kerülnek a hagyományos natur kézműves szappanok, amelyek csak természetes anyagokat tartalmaznak, nem tartalmaznak szintetikus anyagokat, parabéneket, kőolajszármazékokat. Ezek a natur szappanok, ezek bizonyos szintig a tisztító hatás mellett ápoló funkciót is betöltenek, és ezeket a bőr problémákat különböző fázisban és mértékben enyhíteni tudják. Natur szappan tulajdonképpen többségében növényi zsírokat és olajokat tartalmaz. Ehhez nátriumhidroxidot vagy káliumhidroxidot, úgynevezett lúgot adunk, attól függően, hogy szilárd szappant vagy folyékony szappant szeretnénk készíteni, illetve a két fázis mellett különböző víz vagy gyógyteákat teszünk bele, emellett természetes illókat és egyéb természetes segédanyagokat. Ami ezen felül belekerülhet szintetikus vagy vegyi anyag, azt már nem nevezhetjük természetes vagy natur szappannak tulajdonképpen. Alapvetően a natur szappanok egy általános tisztító hatást végeznek. Erről azt kell tudni, hogy ugye a tusfürdőket inkább csak szétkenjük a bőrünkön, a natur szappanok szépen letakarítják az elhalt hámsejteket, tehát kezdünk egy alapvető és egy mély tisztítással. A natur szappanok ezentúl, mivel több zsírt hagyunk benne, mint amennyit elszappanosítunk, egy ápoló funkciót is betöltenek. Egy száraz, normál bőrre például nagyon jó hatású az extra szűzolívaolaj. Egy nagyon jó hatású lehet egy kakaóvaj, amely nagyon szépen szétkenődik a testfelületen, egy finom film réteget képez, ezáltal megakadályozza, hogy a bőrnek a vízháztartása vizet veszítsen, nagyon szépen hidratál és finom puhává varázsolja a bőrt. Hasonlóan ilyen a seavaj, amely szintén mélyen behatol, ápol, finoman hidratál, így ezt a száraz vagy extra száraz bőrt nagyon szépen tudja kezelni. Nem kell egy ilyen fürdés után például testápolót sem használni, mert ez a finom réteg szépen lefedi és ápolja a bőrünket. Nagyon jó hatású például a szappanokban a kecsketej. A kecsketejről eleve tudjuk, hogy rengeteg vitamint, ásványi anyagot, proteint tartalmaz. Emellett Q10 enzimet, ami a bőr egyik fontos építőeleme, találunk benne AHA savat, amely finoman hámlasztja a bőrt és segíti a megújulását. Nagyon szépen beszívódik, és belülről úgymond újjáépíti egy picit a bőrsejteket, segít a regenerációban.
Nagyon finom hatású lehet például egy méz. A méz is rengeteg nyomelemet tartalmaz, antiszeptikus, fertőtlenítő hatású, a sebeket, a hegesedés segíti, tehát ő is tud olyan hatást elérni, ami a bőr problémákat enyhíteni tudja. A kecskete és a méz az ekcémás, pikkelysömörös, extra száraz bőre nagyon jó hatással tud lenni, tulajdonképpen a tüneteket nagyon finoman enyhíteni tudja. Hasonló hatást érhetünk el Himalája vagy paradicsomsóval is. Ez is rengeteg ásványi anyagot, nyomelemet tartalmazó alkotóelem, amely az ekcémánál, a narancsbőrnél, a pikkelysömörnél a tüneti kezelésben látványos javulást tud előidézni. Az aknés, zsíros, pattanásos gyulladbőrre nagyon jó hatású az agyagok, gondolok itt például a zöld agyagra, illetve az orvosi szénre. Erről a két alapvető elemről tudni kell, hogy méregteleníti a bőrt, tehát szívja kifelé a pórusokból, a bőr mélyebb rétegeiből a gyulladásokat, a pattanásokat. Emellett nagyon jó hatású erre a bőrtípusra a teafai lóolaj. Ez egyrészt az illatot biztosítja, másrészt pedig a teafáról tudni kell, hogy gombaölő, vírusölő, baktériumölő, tehát nem engedi, hogy ez a gyulladt bőr újra elfertőződjön és begyulladjon. Egy kis aloe vera nagyon jó hatással tud lenni, például, ami a hegesedést, hámosodást segíti, hogy a pattanásnak, ha már megjelent az arcbőrön, ne legyen nyoma, hanem minél szebben gyógyuljon a helye. Diólevél, kamilla főzet ezekben a szappanokban nagyon jó hatással tud lenni, ezek tulajdonképpen egy gyulladás csökkentő hatással bírnak, tehát ezt a gyulladt, fáradt, pattanásos bőrt próbálják egy picit megnyugtatni, hogy ne legyen annyira ingerlékeny, és ne jöjjenek ki újra a pattanások. A bőrünk tulajdonképpen egy elsődleges védelmi funkciót tölt be az emberi szervezetben, egy nagyon finom lipidréteg vonja be, és ha ez a lipidréteg megsérül, akár külső hatás, akár szintetikus kozmetikai anyagoknak a hatására, akkor bizony ez a védelmi vonal megbomlik, és betegségeknek, fertőzéseknek adhat teret. Ezért fontos, hogy olyan anyagokat, natur, kozmetikumokat, szappanokat használjunk, amely olyan összetevőket tartalmaz, amely természetazonos, és ezzel a lipid réteggel közel hasonló felépítésű, ami nemhogy megbontja ezt a réteget, hanem még ha valamilyen sérülés van rajta, azt is próbálja újjáépíteni és segíteni, hogy ez a védelmi vonal újra fölépüljön és védelmi funkciót töltsön be. Sajnos napjainkban, ha végig gondolunk egy napunkat, kezdve a reggeli fürdéssel, fogmosással, hónajdeók, dezodorok, olyan mértékű kemikáliát, szintetikus anyagot juttatunk magunkra és magunkba, ami egy idő után, még ha nincs is közvetlen egy-két nap után tünete, de ez halmozódik, generálódik, és egy idő után sajnos ennek előjönnek a kellemetlen tünetei is. Még ezt a kellemetlenséget egy természetes natur kozmetikummal, szappannal azért nagyon szépen ki lehet egy-egy idő után váltani. Önök a Kölcsei Televízió életmód műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!